Azt szeretnénk ma este kérdezni, hogy kerültél te a lelkészi pályára, hiszen nem kis szolgálatot vállaltál ezzel. Második kérdés, milyen jelei van annak, hogy egyéni életedben, családodban munkálkodik az Isten? És a harmadik dolog, ismerve a gyülekezeteidet, a falvak összetételét, amelyben szolgálsz, mit kezdtél azzal a szolgálati helyen, ahova Isten téged helyezett? Hogy kerültél a lelkészi pályára, a családoddal mi a helyzet, illetve azokon a helyeken, ahol szolgálsz, hadd ismerjünk meg még inkább. Hogy kerültem a lelkészi pályára? Kegyelemből. Én egy egyszerű családból származom, Párciumból, Erdélyből. És arra emlékszem vissza 4 éves koromban, hogy a gyerekek ott verseltek az órasztala körül, karácsony volt, több mint 100 gyerek. Mindig azt mondták, hogy itt van az Úr Jézus Krisztus, meg ott van az Úr Jézus Krisztus. És én meghúztam édesanyámnak a kabátját, hogy tessék már mondani, hogy hol van az Úr Jézus Krisztus. És ki az az Úr Jézus Krisztus, hogy őt mindenki látja, csak én nem. És azt mondta nekem az édesanyám, hogy ott van a szívedben. És érdekes módon én 4 éves korom óta úgy élek, hogy az Úr Jézus Krisztus ott van a szívemben. De mehetnék egész még visszább, én egy késői gyerek vagyok, úgy is lehet mondani, hogy egy nem tervezett gyerek. És amikor ez tudatosult bennem, akkor feltettem a kérdést, hogyha már a szülőknek nem volt terve velem, és mégis megszülettem, Uram, akkor miért születtem? És nekem nagyon erőt adott az, hogy az Istennek van terve, és volt terve az életemmel. Egy olyan közösségben és egy olyan gyülekezetben nőhettem fel, ahol a lelkipásztor jól végezte az ő szolgálatát. Mindenféle réteg alkalom volt, ami itt nálatok is van, és amit el lehet képzelni. És Isten engem megszólított. És amit az ige hirdetésben utaltam rá, nem csak az Isten szólított, hanem az ellenség is szólított, és közben elvetette a konkolyt, és megpróbált félrevezetni. Aztán eljutottunk odáig, hogy a rendszerváltáskor visszaadtak minden földet, minden szőlőt, és azt mondta édesapám, hogy gazdálkodunk, fiam. Visszaadtak mind, még az ők nagyapának is a földjét, úgyhogy gyerünk gazdálkodni. És én úgy volt, hogy lesz egy szakiskola, és ennyi. Igen, ám csak édesapám megbetegedett, és meghalt. 1 éven belül. És édesanyám azt mondtam, 8-os voltam, hogy akkor csak kellene gondolkozni valami komolyabb irányba, és így jutottam el az Zilahi Református Veselényi Kollégiumba, ott tanultam, és Isten alakította az életünket, az életemet, és már akkor, már ott, 10 éves fejjel megfogalmazódott bennem az, hogy én lelkipásztor szeretnék lenni. És Isten ebben vezetett. Arra emlékszem még gyerekkoromban, mivel a falunkban mindenféle fajta ember volt, minden vallású, hogy azt kellett bizonygatni, hogy melyik az igaz, a szombat vagy a vasárnap. És azt mondták, hogy mi vakok vagyunk, és addig kerestem a Bibliát gyermeki fejjel, nem volt eszem oda menni a tiszteletes úrhoz, amíg meg nem találtam azt, hogy azt olvassuk az igében, mondja az apostol, hogy nem törlöm el az Isten kegyelmét, de ha törvény által van az igazság, akkor Krisztus ok nélkül halt meg, és hogyha az ember szereti a fele barátját, minden parancsolatot betöltött. És én azt láttam, hogy nekünk egy olyan Istenünk van, aki szól hozzánk, és kommunikál velünk. És aztán 14 éves koromban, amikor ez a pályaválasztási út kezdődött, akkor térdre estem az Úr előtt, és igét kértem, hogy merre, Uram, mi a terved az életemmel, egyáltalán fel fognak-e venni a gimnáziumba. És Isten az Ézsaiási igény keresztül válaszolt, 41:10, ne félj, mert én veled vagyok, neveden szólítottalak, téged enyém vagy. Isten megszólított, és én tudtam azt, hogy egyenes az út. Szólt az Isten. De említettem azt az időszakot is, amikor volt ilyen hagyomány a faluba, hogy amikor disznóvágás volt, akkor a gyerekek elmentek esténként, és
Fogtak egy cserepet, odavágták az ajtóhoz, vagy a lépcsőhöz, ha rosszul sikerült, akkor bement az ajtón, és akkor behívták a gyerekeket, megkínálták hurkával, kolbásszal. És ott ilyen ördögi dologba keveredtem, asztaltáncoltatásba, jóslásba. És képzeljétek el, megjósolták, hogy pap leszek. És nagyon sokáig ez a kettősség volt végig a szívemben és a lelkemben, hogy akkor mi az igazság. És én lelkész lettem, és lelkészként én azért lettem lelkész, mert tudtam azt, hogy Istennek ez a terve. És minden egyes betűt elhittem, ami oda le van írva. Az én Istenem szólt hozzám. De mégis volt valami, hogy hol mélységben voltam, hol magasságban. Hol lent, hol fent. És rá kellett jöjjek egy alkalommal, hogy gyakorlatilag az ördög megkötözött, vakká tett, süketté tett. Minden tudok itt, de semmit nem úgy érzek itt, ahogy kell. És amikor Isten ezt a láncot leszette rólunk, akkor igazából elkezdtek körülöttünk megtérni az emberek. És itt ugye már kapcsolódik a egyik a másikba, másik témába. Amikor befejeztem a teológiát, akkor Göncön voltam segédlelkész, és Bódva Szilassra kerültem. Több gyülekezet is volt, ahol, ami szóba jött, nagy gyülekezetek is, de aztán elkezdték sorra kiemelni őket, hogy kezdő lelkészek nagy gyülekezetben ne kerüljenek, mert nem illik. Csalódtam az egyházban, csalódtam az egyes vezetőkben, hogy gondolkozhatnak így, ha ők hívő emberek. És aztán az jutott az eszembe, hogy ha kell nekem a lelkészi oklevél, és azt akarom, hogy felszenteljenek, akkor jobb, hogyha visszább lépek egyet, és hagyom, hogy menjen minden a maga útján, azt majd az Isten gondoskodik. Aztán úgy volt, hogy baktakéki lelkész leszek, aztán volt arról szó, hogy Dobszánra megyek lelkésznek, volt arról szó, hogy Mádra megyek, meg majd Szendrőbe, és aztán kiderült, hogy ezek itt úgy egyik előregedett már, a másik meg túl nagy gyülekezet, és egy kezdő nem mehet oda. De a csodálatos az volt, testvérek, mint a párválasztásban. Isten elvitt odáig, hogy ki tudtam azt mondani, hogy mindegy, Uram, hogy hol megyek, csak a te lelked, a te orcád jöjjön velem. És a házasságba is így mentem be, Isten megadta azt a kegyelmet, hogy ténre készerültem újra, ismét, hogy mindegy, Uram, hogyha azok a feltételek, amelyeket én állítottam, hogy milyen legyen az ideális feleség, nem teljesedik be, nem számít. Sem a magassága, már semmi nem számít, Uram. Nem számít, ha nem lesz felsőfokú végzettsége, nem számít, ha nem beszél idegen nyelvet, nem számít semmi, csak a tied legyen. És persze Isten mindent ráadásul megadott. És így a gyülekezetbe, megáldott bennünket, ott van velünk. Egy olyan gyülekezeteknek vagyok a lelkipásztora, ahol így is lehet fogalmazni, 300 éve helyben lakó lelkipásztor nem volt Bódva Szilason. Mindig leány egyházközség volt. És ott nekünk a semmiből szinte kellett sok mindent felépíteni. Volt egy élő közösség, volt egy élő mag, de nem volt lelkipásztor. A templom össze volt, a mennyezete szakadva, be volt a mestergerenda szakadva, ázott be. Engem úgy zavart, hogy nem zavarja a presbitereket. Bementünk a templomba, és annyi víz volt már a tetőről, meg a hegyről jött a templom alá, hogy a padok is légen álltak. És így álltunk a padba, és kérdeztem akkor a gondolkot, hogy nem zavarnak senkitnek a szemét, hogy így állnak, és így nézik a lelkészt. És azt mondta, tehát így volt ez az apáinknak, így van nekünk, meg így lesz a fiainknak is. Hát mondom, ha itt én leszek a lelkipásztor, akkor nem. És Isten ott tartott bennünket, már lassan 12 esztendeje, és áldja az életünket. 4 gyermekünk van, a feleségem Kárpátaljáról származik, Szürtéből, Ungvár mellől egy községben, angol szakos pedagógus. Nagyobbik fiunk Kristóf, 11 éves, Mátyás 8 éves, Abigail most lesz januárban 6 éves, és Anna lányunk most volt 2 éves, 18-án. Megáldott bennünket az Isten, legyen érte áldott az ő neve. És különös módon
onnantól kezdve, hogy Isten a megkötözöttségeinkből megszabadított. Úgy szeretem Pál apostolt, amikor azt mondja, hogy már nem titkolom, hogy ki voltam én. Üldöztem az egyházat, mindent csináltam. Mert onnantól kezdve, hogy valakit megszabadított az Isten valamiből, már teljesen szabad, ugye? Ha ő megszabadít, akkor valóban szabadok lesztek. És már nincs mit ezt szégyelni, testvérek. Azt, hogy a megkötözöttségek miatt leszámolni mondjuk úgy a paráznossággal, hogy nem vagyok parázna, mert nem csalom a feleségemet, de nem tudok mit kezdeni a gondolataimmal. Én tudom azt, hogy nagyon sokan szenvednek ettől. Nem vagyok én alkoholista, nem vitt haza engem senki részegen, de nem tudok mit kezdeni azzal, hogy valahogy mindenki bejön valaki, és akkor ígyunk valamit. És igazából az ember elkezd rejtve alkoholista lenni. És igazából egy kicsi gyülekezetben születnek a gyerekek, és elkezd azon gondolkozni, hogy miből fogom eltartani a családomat. Mert hát ez akkor még az az 58 ezer forintos fizetés, amivel indítottam, az nem nagy perspektívát mutatott. Aztán elkezd az ember olyan üzletekbe belefogni lelkészként, hogy hogyan tudja eltartani a családját, ami összeegyeztethető a lelkészi hivatással. És testvéreim, ezek engem emésztettek fel. Nekem nem olyan hátterem volt, hogy eltarthattam volna bárhonnan, bármiből a családomat. És testvérek, ezekből az Isten engem megszabadított. És onnantól kezdve, hogy ezekettől megszabadított, minden megváltozott. Belül, kívül és körülötte. És onnantól kezdve Isten olyan embereket hoz Bódvaszilasra, akik hasonló megkötözöttségekkel éltek, és szabadulás van, testvérek. Komoly szabadulások. Volt olyan, aki bejött az udvarra, és olyan szinten látszott az arcán és az öltözetén a megszállottság, hogy a feleségem, amikor meglátta, akkor bement imádkozni. Egy az egyben, mert mikor jött be hozzám az irodába. És Isten csodálatosan megmutatja az ő szabadítását. Mert ezért jött Jézus Krisztus, hogy amikor világosságra kihoz bennünket, akkor onnantól kezdve legyünk világosságul másoknak. És merjen bevallani azt, hogy igen, Krisztusért most már kárnak és személynek ítélek mindent. És én azt látom, hogy a nagy probléma ma arról van, hogy nem ismerjük azt, hogy hogyan működik az ellenség, az ő stratégiáját. Pedig akik voltak katonák, tudják, ahhoz, hogy az ellenséget vissza tudjuk verni, vagy ne engedjük, hogy rajtunk győzedelmeskedjen, ismernünk kell a stratégiáját. És Isten az ő igényén keresztül mindent elénk adott. És onnantól kezdve, hogy ezt megértettem, és megértettem a Galatta 2.20-nak az értelmét, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, és azt az életet, amelyet a testben élem, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta érettem, akkor innentől kezdve az a tudat és az az érzés, hogy Isten bennem, rajtam keresztül, hitáltal, az ő kegyelméből munkálkodik, és másoknak az üdvösségre vezetésében eszköz lehetek, mint ezek az átjátszó tornyok, amelyek már mindenütt vannak az országban. Úgy állhatsz, úgy állhatok, hogy Isten, ha szólít, Isten, ha láttat, Isten, ha meghallat valamit, akkor tud szólni rajtad keresztül, tud rajtam keresztül. És ennek a csodájában élünk. Nyáron a többféle réteg alkalmaink vannak, de amit most csak egyet kiemelnénk, a nyári angoltáborunk 120 fiatallal nagyon csodálatos volt, amikor utolsó alkalmon felszólítottuk, megtérésre hívtuk a fiatalokat, és több mint 30 fiatal kijött, és átadta az életét az Úr Jézus Krisztusnak. És ezért érdemes élni. Rájöttem az, hogy építkezünk, és hogy szép templomunk van, meg szép parókiánk van, meg térköves az udvarunk, testvérek, ezek részletkérdések. Hogyha megtérnek körülöttünk az emberek,
ha eljutnak világosságra, sötétségből, ha szabadulnak a megkötözöttségből. Azt hiszem, hogy ez az egyetlen olyan nagy küldetés, amiért érdemes élni. És én úgy tudom, hogy ennek a missző közösségnek ugyanez a célja, másokat a sötétségből a világosságra vezetni. Még akkor is, ha úgy néz ki, hogy ez nem éri meg, nem kifizetődő és nem népszerű. De tudjuk azt, hogy megéri.